Sziasztok! Megérkeztem a Ferc utcába Budapesten, Óbudán, méghozzá a Charity adományboltban. Menjünk be! Sziasztok! Jó napot! Szia! Hello, sziasztok! Adomány? Adomány? Hoztam egy pár dolgot, igen, adomány, igen. Remélem, hogy fogják szeretni. Biztos. Hoztam egy csatos üveget. Jó, ez keresik, ezt nem szokták vinni. Egy szappan. Jó, van egy törzs magunk, aki pont szappanokat nagyon szeret vinni, és úgy neki ez nagyon jó lesz. Én is nagyon szeretem a szappanokat, úgyhogy bíztam benne, hogy másnak is. Így karácsony előtt remélem, hogy lesz gazdája a torpedóm. Igen, 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 igen. Szokták vinni a társasokat, nem csak gyereknek. Na, szuper. És még egy pár karácsonyi díszt hoztam, ami nálunk már csak kallódott. Jó, ez is tökéletes, mert karácsony előtt nagyon-nagyon visszük a karácsonyi díszeket, ugye? Már készülnek. Szóval bent vagyunk a Charity boltban, és nagyon izgulok, ugyanis találkozhattam személyesen immár a másodszorra egy úriemberrel, akit Sáhi Gábornak hívnak, itt áll mellettem, és ő a Charity adománybolt hálózatnak az alapító ügyvezető igazgatója. Gábor, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy pár gondolat erejéig mesélnél erről az egész adománybolt hálózatról. Honnan indult, miért vagytok itt? 2011 óta létezünk, 2011 áprilisában nyitottuk az első üzletünket, ahol egyébként most is állunk, Óbudán. A Charity adománybolt hálózat az angol Charity Shop hálózat mintájára jött létre. Gyakorlatilag egy olyan kis logisztikai központ, ahova az emberek behozhatják a háztartásukba, környezetükbe felgyülemlő, feleslegessé váló, de még funkciójában használható, esztétikailag megfelelő állapotban lévő tárgyaikat, eszközeiket, amiket mi logisztikázunk, egy kicsit javítgatjuk, egy kicsit tisztítgatjuk, és bolti körülmények között a mindenkori használt piaci ár alatt értékesítjük. Tehát így működünk. Tulajdonképpen akkor elmondhatjuk azt, hogy a Zero Waste alapszabályai közül a reuse, azaz az újrahasználati rendszert, ezt a módszert segítitek és támogatjátok maximálisan magyarul, az ellen is dolgoztok, hogy minél kevesebb csecsebecse, használati tárgy, bármilyen fogyasztási cikk, amit minden napjainkban használunk, ne kerüljön a hulladéklerakóba, hanem amíg csak az élet útja tart, addig minél több ember lejön örömét benne. Jól értem, hogy ez az egyik célja a Charity adományból? Pontosan így van, ez a fő célja, de tevékenységünkből fakadóan alapvetően van még egy társadalmi célja a tevékenységünknek, az pedig az, hogy olyan emberek, akik kvázi vékony pénztárcával bírnak, is magukénak tudhassanak, meg tudjanak vásárolni olyan eszközöket, tárgyakat, amit különben nem tudnának megtenni. És hát itt állunk karácsony előtt ráadásul, a bolt is már szépen fel van díszítve, és hát karácsony alkalmával az emberek óhatatlanul is sokkal több mindent vásárolnak, pedig azért pont az lenne a célunk, hogy mindezt ésszel tegyük, tudatosan tegyük. Azt gondolom, hogy a Charity adományból ebben is partner lehet a vásárlóközönség számára. Abszolút, és az idei évnek az egyik fő célkitűzése, hogy minél többen megismerjék a Charity-t. És ennek jegyében mi úgy gondoltuk, hogy zöldítjük a karácsonyt, nem fehérítjük, zöldítjük, megpróbáljuk abba az irányba terelni a társadalmat, hogy ne érezzek kényszeres vásárlásnak a karácsony körüli időszakot, vagy ha mégiscsak karácsony van és szeretnénk megajándékozni szeretteinket, akkor tegyük ezt környezetileg fenntartható módon, tehát például vásároljunk használt termékeket, akár karácsonyra is, hiszen ezek sokszor ott az eredeti állapotukban, tökéletes állapotban megvásárolhatók nálunk. Ez egy nagyon, nagyon jó irány, és hát én is arra szeretném biztatni az egész nézőközönséget, és akik erre járnak, hogy bátran merjék bevállalni azt, hogy akár használtan is ajándékoznak.
mindezt annak tudatában, hogy ne a fogyasztásunkat növeljük, hanem igyekezzünk tudatosan alacsony szinten tartani, de hogyha szeretnénk valami tárgyi eszközt ajándékozni, akkor érdemes megpróbálkozni a Charity Adományboltal. Látjátok, hogy rengeteg könyv van, ráadásul témák szerint vannak kategorizálva, kötelező olvasmányok, egyéb regények, útikönyvek. Hogyha tovább megyünk, megmutatom nektek ezt az óriási nagy kupacot. Úgy néz ki, mint egy raktárbázis. Most ez ne téveszem meg senkit sem, mert ez nem raktár, vagyis kicsit az. Ez mind-mind az az adomány, amit az emberek behoztak a háztartásukban feleslegesé vált eszközöket, tárgyakat, használati eszközöket. A karácsonyfát már feldíszítették, itt már nagyon készülnek a karácsonyra, és igazi kincseket lehet találni. Rengeteg ruha is van, cipők, textiliák, hogyha például szeretnétek textilzsákokat varni a vásárláshoz, hogy elkerüljétek a nylon zacskókat, akkor nagyon-nagyon jó textileket találtok itt, gyakorlatilag fillérekért. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett ebben a boltban, hogy borzasztó emberbarát ez az üzlet. Olyannyira emberbarát, hogy még egy kis kutyus is várja itt a látogatókat.